Szeretném figyelmeztetni Cseri Tamást, hogy most, amikor azt mondja, hogy a bűnt elkövette, ez perelhető. Ez perelhető. Csak mondom, ez jogosan perelhető. Semmilyen bűnt nem követtem el. Jó? Semmilyen bűnt nem követtem el. Azt vissza lehet nézni, hogy ön a nyomozást azt most konkrétan csak a nemzetben, tehát ön csak a fideszes pártállami korrupt vezetésnek megfélemlítő szándékkal az ellenzéki becsületes magyar polgárok ellen indított zaklatásai. Csak ez zavarja önt? Csak ez tartja szégyennek? Vagy azt is, ha valaki lop, tolvaj gazember, ha nem mer kiállni egy vagyonosodási vizsgálat elé. Igen, nagyon sok politikust vádoltak már korrupciával, ebben a városban is többeket. Polgármester elődeim közül is többeket. Igen, nagyon sok esetben fölmerült már korrupció, valóban. Szerintem sokkal súlyosabb bűncselekmény az, hogyha valaki meglopja a magyar társadalmat, mint hogyha mint Orbán Viktor külföldről fogad el támogatást. Mint hogyha, mint Lázár János külföldről fogad el támogatást. Lázár János soros pénzét elfogadta. Annak idején 60 millió forintot kapott a helyi roma programra, egy nagyon pozitív roma programra. 60 millió forintot kapott Soros Györgytől. Ha ön szerint külföldi magyaroktól elfogadni támogatást, az bűncselekmény, az hazaárulás, akkor ön igenis Orbán Viktort meg Lázár Jánost vádolja hazaárulással. Akkor nem kiforgatom, bocsánat, azért kérdeztem meg. Teljesen logikus. Ha ön szerint külföldről támogatást elfogadni hazaárulás, akkor ez elő minden fideszes politikust is hazaárulónak nevez, aki külföldről fogadott el támogatást. Ez a tiszta logika. Semmi csúsztatás nincs ebbe. Kettős mérce. Tehát, vagy kettős mérce, ahogy ön mondta az imént, ugye hivatkozott rá. Elterelni a saját problémákról a figyelmet, ez nagyon megy önöknek. Az az iszonyatos mennyiségű lopás, gazemberség, hazugság, amit elkövettek évtizedeken keresztül Hódmezővásárhelyen, és ennek a fölemlegetése egy tisztességes jelenlegi vezetéssel szemben, az csak elterelés a figyelemnek. Az, hogy most a posták esetében olyan fölháborodás, elemi fölháborodás van a lakosságban, hogy önök is elkezdtek vele foglalkozni, ez csak figyelemelterelés. Hirtelen a város vezetést, akinek semmi köze a postákhoz, hirtelen nekünk kell megoldani a korrupt, bűnöző, megszorító fideszes kormánynak a saját döntéseinek a következményét. Nekünk kell megoldani a postákat. Önök fideszesek, és a fideszes kormány okozza a problémákat, és önök az ellenzéki városvezetéstől várják, hogy oldjuk meg a fideszes korrupt kormánynak a problémáit. Hát köszönöm, hogyha az a választás, amihez én külföldi magyarok segítségét is kértem, ha az máshogy sikerült volna, akkor most nem lennének ezek a problémák. Nem lett volna 430 forint az euró, megkaptuk volna az uniós támogatást, mert csatlakoztunk volna az Európai Ügyészséghez, és lecsukták volna az ön által úgy nagyon tisztelt magyar kormány és országgyűlésnek számos tagját azért, mert akkor bebizonyosodott volna, amit ők még kivizsgálni sem erészeltek, hogy mennyit loptak, hogy honnan van az az irdatlan vagyon, amivel nem tudnak elszámolni.